Karácsonyi hangulatban telt a Makói Kistérség több célú társulás évzáró ülése. A korona nagy termében tartott rendezvényen Makó és a térség polgármesterei vettek részt. A társulás feladatköre a járások kialakításával nagyban visszaszorult. Az idéntől már csak szociálpolitikai feladatokat, belső elemzéseket és az orvosi ügyelettel kapcsolatos teendőket végeznek. Az ezzel kapcsolatos megbeszélnivalókat vitatták meg, de szót ejtettek a jövő év legfontosabb feladatairól is. Úgy hiszem, hogy minden egyes település vezetőnek, település testületnek nem csak az önkormányzati törvényben meghatározott feladatai vannak, hanem azon kívül erkölcsi kötelességek is léteznek. Nem mindegy nekik, hogy az adott lakosság milyen ellátásba részesül, akár oktatás, akár kultúra, akár egészségügyre gondolok. Itt a több célú társulás közvetlen feladat körébe tartozik az orvosi ügyet, amire már céloztam, de hát emellett például az egészségügynek egy következő szintje a kórházi ellátás, ami nem mindegy, hogy a jövőben hogyan alakul. Egyelőre ez ügyben ott tartunk, hogy a mostani átszervezés nem túl sok jót jelent nekünk, bízunk benne, hogy ez át tud alakulni és jobbá válhat. A pályázatok azok, amik eddig a sikereket jelentették. Makóváros polgármestere ugyan vegyesen értékelt az idei évet, de bizalommal tekint a jövő felé. Ez az év hozott nekünk ezt is, azt is, rendesen. Inkább több volt benne a kevésbé pozitív, mint a pozitív. Úgyhogy én azon drukkolok, hogy a következő év ugyan a két választással megtűzdelve semmi jót nem ígér, de hát a bizalom hal meg utoljára. Bízunk benne, hogy a következő esztendő jobb lesz, mint a mostani. Annál is inkább gondolom mindezt, mert hát nehéz volna alulmúlni azt, ami mögöttünk van. Én ezzel kívánok a térség településeinek. Hát először egy békés szeretetben eltöltött advent időszakát záró karácsonyt, majd hát azt az új évet, amire az elébb utaltam. Az ülésen a közös politikai ügyeken túl az ünneplésre is volt alkalmuk a résztvevőknek. Nyugdíjba vonulása alkalmából ugyanis Csanádpalota jegyzőit, Erdélyi Sándorné doktort köszöntötték.